Soha nincs jó válasz. Ugye? Lottó nyeremény! Ingyen pénz! Én ezt nem hiszem el. A történet főhőse a vidéki csárdatulajdonos Virág úr, aki nagy összeget nyer a lottón, így felkelti a fiatal pincérnő Ilonka érdeklődését. A történetet bonyolítja, hogy Ilonka már menyasszony. Virág felesége, Marianne, a női rafinéria teljes arzenáját beveti, hogy visszahódítsa hűtlen férjét. Molnár Ferenc művének a nyelvezetéhez hozzányúltak az alkotók, hogy az közelebb kerüljön a mai beszédhez. A rendező Mohácsi János, aki a nagy sikerű illatszertárban dolgozott legutóbb a társulattal. Most a korábbihoz hasonlóan nagyon vidám próba folyamaton vannak túl, bár a darabot alaposan fel kellett frissíteni. Azért fölött, a darab fölött rendesen elszállt az idő, nem úgy, mint a nagy darabok között. Ezt nem, hogy mondja, nem akarom azt mondani, méltán nem játszott darabja a Molnár életműnek, de gyengébb, mint a nagy Molnár darabok. Borzalmasan egysíkú a cselekménye, nagyon, amit nem szokott csinálni egyébként a Molnár, hogy nagyon, nagyon utálható figurákat ír bele, tehát mondjuk itt a Molnárnál a fiatal női főszereplő az kifejezetten csak az anyagiakra utazik és semmi másra. És hát ugyan van sok baj a nőkkel, mint ahogy a férfiakkal is, de azért ennyire egysíkúak, azért sem a nők, sem a férfiak nincsenek. Tehát ez volt az első szempont, ami miatt átalakítottuk a darabot. Az alapszituáció természetesen a Molnár Ferenc által megírt történet, és megmaradt a mű happy endje is, de a sztori a rendező szerint bonyolultabb és izgalmasabb is lett. Marianne szerepét Kosik Anita alakítja az előadásban. Virág keveredik bele, és ezzel magával rántja Mariant is. Abban a szerelmi háromszögben, amiben ő így bele pöndörödött. Úgyhogy nekem az a dolgom, mint szerető feleségnek, hogy rájöjjek arra, hogy hogyan tudnám ezt a kapcsolatot azon túl, hogy megmentem, vagyis küzdök a férjemért a lehető legokosabban, tehát erőszak nélkül. És hogy rájöjjek arra, hogy mit ronthattam el. A vígjátékban Kosik Anita partnerei Gulácsi Tamás, Horváth László Attila, Rák Zoltán és István István a színház művészei, vendégművészként pedig Józsa Bettinát láthatja a közönség. Az előadásnak most csak egy estén tapsolhatnak a nézők, ám ősztől a színház épületében újra műsorra kerül majd.